gyásznap. 79 éve pusztító légitámadás érte a várost, fejet hajtottak az áldozatok előtt. Munkakezdés előtt megújul a Déméter utcai busz megálló az utasok biztonsága érdekében. Sajtóreggeli, márciusban önismereti túrát, szabad egyetemet, érzékenyítőt is szerveznek a civilek. Jó estét kívánok, ez a Szombathelyi Televízió híradója. 423 halálos áldozatot követelt a szövetséges erők pusztító szőnyegbombázása 1945. március 4-én Szombathelyen. Több mint 3500 épület rongálódott meg, köztük a Városháza és a Székesegyház. A város túlélte a tragédiát, újjáépült, de a trauma jelen van a tudatalattinkban. Hangzott el a bombázás 79. évfordulóján megtartott kegyeleti megemlékezésen. Záporozni kezdtek a halált osztó bombák. A Munkácsi díjas szobrászművész Kis Sándor, Szent Ferenc könyörög a világ békért című domborművénél vette kezdetét a kegyeleti megemlékezés a Tököli utcában. Itt szeretném hagyni a világot, mely úgysem más, mint egy csatatér. Petőfi egyik versét zenésítette meg és adta elő Tóth Dániel, majd ökumenikus szertartás következett Steindl pap Judit evangélikus, Jakab Bálint református lelkészek, valamint Kerca Csaba Asztrik ferences atya vezetésével. Mi emberek az egész teremtettségben attól vagyunk különlegesek, hogy nekünk adatott meg az emlékezésnek a gyönyörűsége és néha a terhe. Közösen imádkoztak a békéért és a városért. Koszorút helyeztek el az emléktáblánál a Szombathelyi Önkormányzat és a kormányhivatal vezetői, a pártok, egyesületek és egyházak képviselői. Mécsesek gyúltak a polgári áldozatok tiszteletére. A megemlékezés a Berzsenyi téren az egykori Városháza és Színház épületénél folytatódott. 79 éve ezen a napon Szombathely haldoklott, mondta emlékbeszédében a polgármester, akinek ők nagyanyja három lányával együtt a Sas utca romjai alatt lelte halálát. 3575 épület rongálódott meg, és 423 áldozatot követelt a bombázás. Városunk Magyarország legrégebben lakott városa, amely oly sok csapást túlélt, túlélte ezt a tragédiát is. Túlélte, mert bár megsérült a feje, megsérült a lelke, bár a testét rengeteg égési sebb borította, de a szíve, a szombathelyi közösség és annak ereje tovább dobogott, és újraépítette a testet, és elkezdte begyógyítani a lelkeket is. Nemény András úgy fogalmazott, a trauma a sejtjeinkbe ivódott. Az utódok dolga az emlékezés, de kötelez minket az elődök hite és reménye is. Úgy kell élnünk, hogy ne történhessen újra hasonló, hangsúlyozta a polgármester. Az emlékezők koszorút helyeztek el a 2005-ben a bombázás 60. évfordulóján leleplezett emléktáblánál, majd átvonultak a Székesegyházhoz, ahol Székely János mondott emlékező imát. Nem tehetünk mást, mint hogy imádkozzunk a békéért, az emberiségért, hogy tanuljuk újra a bölcsesség, a szelídség, az emberség útjait. A nagy templom falán 2020 óta emléktábla áll, mely Marosfalvi Antal hőstettét hirdeti. A tűzszerész ezen a helyen hatástalanított egy fel nem robbant bombát, és ezzel megmentette a Székesegyház északi falát a pusztulástól. A jelenlévők itt helyezték el az emlékezés koszorúit, mécseseit. Mérnökök a fenntartható fejlődésért címmel tartotta konferenciát az ELTE Szavária Egyetemi Központ konferencia termében. Az egésznapos programot Hollán Ernő születésének 200. évfordulója alkalmából a Hollán Emlékév keretében rendezték. 2019 óta március 4-e a Mérnöki Világnap. Célja, hogy felhívja a figyelmet a mérnöki tudományok jelentőségére a globális tudatosság növelése és a kihívások kezelése terén. Az idei év központi témája a fenntartható világot szolgáló mérnöki megoldások köré épült. A konferencián 9 előadás hangzott el. Szó esett többek között a vízválságról, a fenntartható városról, vasútról és faiparról, valamint a szombathelyi gépészmérnök képzésről és a válságálló tudásgazdaságról.
Napokon belül elkezdődik a Déméter utcai busz megálló felújítása a Minerva lakóparkban. A kényelmesebb, biztonságosabb használhatóság érdekében meghosszabbítják a peront, cserélik a szegélyköveket és egy szakaszon betonlapos járdát építenek. Tisztelt Minerván élők! A béketéri csapadékvízelvezetés mellett újabb probléma oldódik meg a városrészen. A héten elkezdődik a Minerva lakóparkban lévő busz megálló felújítása, jelentette be Facebook videójában László Győző alpolgármester, a körzet képviselőjelöltje. Meghosszabbítják a megállót, kiépítik a leszálló peront, cserélik a szegélyköveket, és a busz megállót betonlapos járdával összekötik a közeli áruházhoz vezető járdaszakasszal. Horváth Gábor, a körzet képviselője, eljuttatta szerkesztőségünknek az ezzel kapcsolatos levelezést, amit korábban a polgármesteri hivatallal folytatott. A használaton kívüli megállót 2022. januárjában nyitották újra, azóta itt is megáll a 30Y járat. A képviselő az első levelet az év áprilisában írta a Városüzemeltetési Osztálynak a busz megálló felújításának szükségességéről, majd tavaly februárban újabb megkeresést küldött. A tavalyi költségvetésben 6 millió forintot különítettek el busz megállók felújítására, de végül a Déméter utcai megálló rendbetétele a Szova munkatervében az idei évre csúszott. A képviselő kérésére tavaly decemberben a leszálló sziget melletti területet zúzalékkal feltöltötték. A felújítás napokon belül elkezdődik. Csapadékvízelvezetési munkák miatt lezárják szerdán a Szabó Miklós utca egy részét. Az Agora üzemelteti egy éven át a Körmendi mozit. Gépkezelői jogosítványt szerzett, 53 fogva tartott a börtönben. Író-olvasó találkozó Dobrai Saroltával. Szabadságharcos kardokat mutat be az Arborétumban megnyílt kiállítás. Rövid hírekkel folytatjuk. A Szürcsapó utca 6-os, 8-as számú házaknál zajló parkolóépítés részeként a kivitelező csapadékvízelvezetési munkákat végez, ezért március 6-án, szerdán lezárják a Szabó Miklós utca, Bem József és Szürcsapó utcák közötti szakaszát reggel 8:30-tól várhatóan 15 óráig. A közlekedők és a lakók türelmét, megértését kérik. Egyhangulag megszavazta a körmendi közgyűlés hétfőn, hogy az Agora Szavária Kulturális és Média Központ üzemeltetheti a körmendi mozit egy éven át. A szerződés 2 évvel meghosszabbítható. A kiírásra 3 pályázat érkezett, közülük az Agora beadványát látták legjobbnak. A Rába Parti Város Filmszínháza 12 éve zárt be, 1,1 milliárd forintból újjáépítették, modernizálták, az első vetítéseket múlt héten tartották. 53 fogva tartott szerzett gépkezelői jogosítványt a Szombathelyi Országos Büntetésvégrehajtási Intézetben. A vizsgázók február 28-án szóbeli felelettel és gyakorlati feladatok végrehajtásával adtak számot tudásukról. Vezetőüléses targonca, emelő hátfal, önjáró fűnyíró és mobil szerelő állvány kezeléséhez szükséges jogosítványt szerezhettek a fogva tartottak. A tavaly decemberben indított tanfolyam 24 óra elméleti oktatásból és gépcsoportonként 4-6 óra gyakorlatból állt. A hazai börtönökben minden munkaképes fogvatartott dolgozik vagy tanul. Hiány szakmákban indítanak képzést, amelyek illeszkednek a munkaerőpiac igényeihez, és növelik a fogvatartottak munkába állásának esélyeit a szabadulást követően. A Nőklapja hasábjairól ismert Dobrai Sarolta volt a Zonta Klub szombathelyi vendége a Berzsenyi Könyvtárban szombaton. Az író, újságíró elesettekről, traumatizált emberekről szóló riportkötetei után 2021-ben regénnyel jelentkezett. Üvegfal című könyvét mutatta be a közönségnek Szombathelyen is. A Zonta több mint 100 éve a női egyenjogúságért való küzdelmet tűzte zászlajára, rendszeresen szerveznek programokat a témában. A szerzővel Pallósiné Toldi Márta beszélgetett. A regény egy bántalmazó kapcsolatot mutat be a férfi és a nő szemszögéből. Fegyverrel a szabadságért címmel kiállítás nyílt pénteken a Kámoni Arborétum látogató központjában. Az 1848-49-es szabadságharc idején használt kardokat bemutató tárlatot Tóth Sándor történész ajánlotta az érdeklődők figyelmébe, majd Lukács Zoltán szólt a jelenlévőkhöz. A gyalogos legénységi és tiszti kardok mellett érmék, kürtök, kelyhek, a katonai ruházat darabjai és a korszakról szóló kiadványok sorakoznak a tárlókban. A kiállítás március végéig tekinthető meg. A
A Szent Korona nyomában Kőszegen és Velemben, Zsidó Szabad Egyetem a holokauszt 80. évfordulóján, Passió olvasás a Székesegyházban, érzékenyítő program a Down-szindróma világnapja alkalmából, Erdőverzum és nőnapi virágvásár. Márciusi rendezvényeiket ismertették civil szervezetek a hagyományos sajtóreggelin. Beiskolázási programra várja a szülőket és gyerekeket a Perint Parti szófogadó Waldorf iskola március 6-án és 13-án. Szerdán Darvas István főrabbi előadásával indul és május 29-éig tart a Szombathelyi Zsidó Hitközség Szabad Egyetemének tavaszi szemesztere. Megemlékeznek a holokauszt 80. évfordulójáról is. Csepeli György lesz a Kassner vonatról, Kassner Rezsőről fog tartani, de újra vendégünk lesz Gábor György, ami óriási örömünkre szolgál, és nagyon sok Izraellel foglalkozó úti beszámoló, illetve fényképes beszámoló lesz kiállításvezetés a Szemtől Szembe kiállításban, illetve egy koncerttel is készülünk. Az Oladváros részért egyesület idén is megszervezi hagyományos nőnapi virágvásárát az Oladi iskola aulájában március 7-én. Az iskola könyvtárában március 12-én Kelemen Zoltán színész és Varga Rihárd zenés előadást tart. Közösségi helyiséget hoznak létre fiatalok részére Nádasdon. Ehhez gyűjtenek adományokat egy weboldalon keresztül és programokat is szerveznek, amelyeknek a bevételét erre költik. Szabad Egyetemet rendeznek Réczelakon Magyarország az Én Hazám címmel, március 20-án néprajzi előadás hangzik el, 24-én a Vasvári Játékszín adja elő az Elhivatott című darabot. A Down-szindrómával élők mindennapi nehézségeire hívja fel a figyelmet március 21-én a Jáki Kulturális Élet Egyesület érzékenyítő programja a helyi iskolában. A programra nem csak a gyerekeket várják. A II. Világháború utolsó hónapjaiban Kőszegen és Velemben őrizték a Szent Koronát. Erről emlékezik meg immár harmadik alkalommal a Kőszegi Polgári Kaszinó március 22-e és 24-e között. A Vox Savarié Ökumenikus Vegyeskar Egyesület húsvéti programokra készül. Március végén egy nagypénteki passió olvasás, ez az evangélikus templomban lesz, nagypénteken este 6 órától. Utána pedig két nap van, húsvét vasárnap a Szombathelyi Székesegyházban egy katolikus szentmisén működünk közre, ahol egy komplett szentmisét adunk elő. Kétnapos önismereti túrát szervez a Vasvári Nagytérségi Népfőiskoláért Alapítvány Erdőverzum címmel Kőszegre és környékére április 6-án és 7-én. A tábor alacsony komfortfokozatú, célja, hogy a túrázók kilépjenek a mindennapi szerepeikből. Két versenynek is házigazdája volt a Szombathelyi Darts Klub Sportegyesület március első hétvégéjén. A szövetség égisze alatt megrendezett ligaforduló mellett a saját szervezésű nyílt versenysorozat nyitó állomását is lebonyolították. Március első hétvégéig kellett várnia a darts sport kedvelőinek, hogy résztvevőként vagy nézőként csatlakozni tudjanak a szombathelyi erőpróbához. A Szombathelyi Darts Klub Sportegyesület idén is versenyzési lehetőséget kíván biztosítani az amatőr és igazolt sportolók számára. Pénteken darts liga fordulóra, vasárnap pedig nyílt versenysorozatra gyűlt össze a mezőny. A mai napon tulajdonképpen a pénteki naphoz viszonyítva tényleg egy vegyes mezőny van. Vannak jó páran, akik voltak pénteken is, de hál' Isten szerencsére több úgymond amatőr versenyző is érkezett a mai napra. Körmérkőzésekkel dőlt el a csoportból való továbbjutás, a 15 fős összegyűlt mezőnynek a selejtezőben 3, míg az egyenes kieséses szakaszban 4 megnyert legig kellett helytállni. A lelkes amatőrök többször is pariban voltak a rutinosabb riválisokkal. A rendező Szombathelyi Egyesület idén is több nagy dobást tervez, már folynak az előkészületek. Vannak terveink az évre, az év második felére. Jelen pillanatban még nagyon nem mernék róla nyilatkozni, de tervek mindenképpen vannak, vagy egy kisebb szabású, vagy egy kicsit nagyobb. Utánpontlás játékosokban is gondolkodunk, tehát fiatal versenyt is szeretnénk szervezni, illetve az amatőröknek, de ez még a jövő. A rendező egyesület elnöke ezúttal is jó példával járt elől. Magabiztos versenyzéssel utasította maga mögé a mezőnyt, és a döntőt 4-0-ra nyerte meg.
A nyílt versenysorozat április 7-én folytatódik. A Szombathelyi Televízió híradóját látták. Műsorainkat az stv.hu címen és Facebook oldalunkon is megnézhetik. Híradónkat óránként ismételjük. Én munkatársaim nevében is köszönöm figyelmüket. Viszontlátásra!